szerintem mindenkit meg tud érinteni ez a történet, mert mindenkivel előfordult már a magánéletébe, vagy a tinédzser éveibe, hogy megcsalták, vagy ő csalt meg, vagy úgyhogy azért is jó ez az előadás, mert szerintem mindenki egy picit tud azonosulni a jelenetekkel és a karakterekkel. Az az igazság, hogy nekem ez a féle színház nagyon a szívügyem. Én imádom ezt a féle színjátszást, ezt a féle úgymond lecsupaszított érzelmeket és mindenféle körítés nélküli igaz és hazugságmentes mondatokat. Az elején nagyon-nagyon szeretem, hogy egy picit fiúsabb, picit vagányabb az öltözék a bőrnadrággal, a bőrkabáttal, a frizurátot én találtam ki. Én is csinálom magamnak ilyen két kis szarvacska, kicsit ilyen Leila Hercegnősre vettem a figurát. Nagyon segít annak a vagányságnak, vagy annak a szabadság, lazaságnak, ami amúgy van az Elizben, ugyanakkor ugye az elkeseredettség is, a fájdalom. És utána a ruhák is szépen mutatják szerintem az ő kapcsolatuknak úgymond a fejlődését, és ahogy igazából először föl, aztán lefelé ível. Nekem segítenek a ruhák. Ez a szerep egyébként pont akkor talált meg engem, amikor én is még tavaly a Covid elején, amikor elkezdtük, hasonló lelki állapotban voltam, és azt éreztem, hogy ki szeretném magam tombolni, és én nem akarom, hogy érdekeljen, hogy bárki mit gondol rólam. És ezt jól lehet gyakorolni ebbe a szerepbe, és jó lehetőség is annak a gyakorlására, hogy valóban, hogy sokat kell a színpadon lenni, sokszor sokat, és nagyon koncentrált és intenzív lelki állapotban, ugyanakkor ugye testileg is, fizikailag is nagyon sok energiát pakolunk bele.